Van szerencsénk Nagy Erzsébetet, az országos választmány tagját a PDS-től üdvözölni a stúdióban. Jó reggelt! És itt van velünk Juhász Dániel, a Népszava újságírója. Szervusz, tiéd az első kérdés lehetősége. Ugye a felvezetőben is elhangzott, ugye ma van a határideje annak, hogy a pedagógusok nyilatkozzanak, hogy elfogadják-e a státusztörvény feltételeit. Rétvári Bence államtitkár itt az ATV-ben szerda este azt nyilatkozta, hogy olyan kevesen nyilatkoztak úgy, hogy nem hajlandóak a státusztörvény hatája alatt dolgozni, hogy még százalékos arányban sem lehet ezt kimutatni. Az lenne a kérdésem, hogy a szakszervezethez érkezett visszajelzések alapján ezt meg tudja erősíteni, vagy önök más látnak? Tudnak-e olyan intézményről, ahol többen is felmondanak, vagy lemondanak? Mi erősen más látunk. Tehát mi azt látjuk, hogy a jogsegélyszolgálatunkban egyszerűen nem győzzük már a levelek, megkeresések, telefonos üzenetek, felhívásokat megválaszolni. Döbbenetesen sokan kérdeznek ezekről a bizonyos jogviszony megszüntetésekről, és itt egyébként az a probléma ráadásul, hogy nem azt kell aláírni, hogy valaki vállalja a státusztörvény alatti továbbfoglalkoztatást, hanem ma van a határideje annak, hogy nyilatkozzon az, aki ezt nem vállalja. És ez nem lemondás, nem felmondás, nem felmentés, hanem ez egy teljesen más jogviszony megszüntetés. Itt igazából november 30-án a törvény erejénél fogva szűnik meg a jogviszony, és abban az esetben, hogyha valaki nyilatkozik arról, hogy nem fogadja el a státusztörvény alatt a továbbfoglalkoztatást, akkor jár neki egy hónap felmentési idő, már én is néha összekeveredek itt a szavakkal, és az alatt őnek nem kell dolgoznia, de kapja a fizetését, és 1-3 hónapig terjedő végkielégítést. Viszont elkezdtek trükközni, az egyik ügyvédi iroda, aki dolgozik, nekünk átküldött már egy olyan érdekes dokumentumot, hogy a kollégával, miután beadta ezt a nyilatkozatot, hogy ő nem kíván tovább dolgozni, alá akartak iratni egy olyat, hogy ő lemondással szünteti meg a jogviszonyát. Ezt szeretném most mondani, biztos, hogy sokan nézik az érintettek, hogy ilyet alá ne írjanak, mert hogy ebben az időben is lehet lemondással megszüntetni a jogviszonyt, csak hogy akkor van 2 hónap lemondási idő, amit ledolgoztathatnak, és az égvilágon semmi nem jár. Tehát elindult a trükközés. De hogy a kérdés másik felére válaszoljak, nem tudjuk még, hogy hányan élnek ezzel a lehetőséggel. Egyébként nyilván ez majd a mai napon, hát mondjuk éjfélig derül ki, hogy konkrétan hányan, mert elég sokan nyilván az utolsó napra fogják ezt a nyilatkozattételt rakni, ezért aztán nem tudhat Rétvári Bence sem, meg senki sem pontos adatokat még, csak az a probléma, hogy ha tényleg ezrelékben mérhető a távozóknak a száma, akkor nem nagyon értjük, hogy miért hosszabbítják meg a válaszadási határidőt még a nyári időszakra vonatkozóan, miért nem kapunk egészen pontos adatokat a tankerületi központok valamennyitől arról, hogy a nyári időszakban, tehát mikor július 15 és augusztus 1 között lehetett lemondással, akkor ugye lemondással megszüntetni a jogviszonyt, hogy ők hányan vannak. Miért kell akkor ezt titkolni? Ugye arra többször volt nálunk is szó, hogy vélhetően sokan meg fogják várni a tanévkezdést, mert hogyha nyáron történik mindez, az kevésbé látványos és hatásos, mint hogyha egyébként elkezdődik a tanév, és mondjuk nagyobb hatást tudnak gyakorolni elsősorban talán a szülőkre, hogy vegyék észre, hogy mi történik, és a gyerekeik jövője attét, és talán nagyobb erővel tudnak kiállni mellettük, ezért sokan erre az időszakra tartották vélhetően vissza ezt a felmondást, lemondást. Ma mi fog történni ön szerint, amikor is lejárt a határidője? Ugye hát nem felmondás, nem lemondás. Nyáron volt lemondásra lehetőség, és akkor tudjuk, hogy azért 500-an legalább beadták, tehát ezekről már biztosan tudunk, akikről hát konkrétan kaptunk már adatokat, de még nem kaptuk meg az összes tankerületi központtól az adatokat, tehát azért nem ezrelékekben mérhető ez, és akkor itt most csak az augusztus 1-ig terjedő időszakról beszélünk, és hát erről az időszakról pedig még nincs igazán információnk, csak olyanok, hogy azt látjuk, hogy rengetegen jönnek azzal, hogy ők ezt aláírták, mivel jár, stb. És itt egyébként nem csak azért választják ezt a módozatot, tehát, hogy most szüntetik meg a jogviszonyukat, hanem azért, amit említettem, hogy most jár 1 hónap felmentési idő, ami alatt nem kell dolgozni, plusz 1-3 hónapig terjedő végkielégítés, ez nyilván attól függően, hogy ki mennyi szakmai gyakorlattal rendelkezik. Viszont most belekerültem abba a hibába,
hogy elfelejtettem a kérdést. Igazából én csak szerettem volna alátámasztani azt, hogy vajon miért nem a nyáron történt meg mindez, hanem majd a mostani következő időszakban, egyébként vagy várható nagyon fájó mostanáig. Most megszüntetni. Tehát itt inkább pont fordítva volt, a kollégáknak egy nagyon jelentős része arról számolt be, hogy érzik ennek a jogszabályi rendelkezésnek, amiben egyébként semmi logika nincs, hogy most hogy volt ez, hogy volt egy ilyen nyári ablak, meg most van egy ilyen ablak, utána megint csak lemondással lehet megszüntetni a jogviszonyt, és akkor nem jár semmi. Szóval ebben azt érzik, hogy inkább arról szól a történet, hogy ha már valaki megkezdte a tanévet, találkozott a tanítványaival, neki azért nagyon nehéz ezt most bejelenteni, ugye, hogy sziasztok, elmentem, hello, ennyi volt, és arra appellálnak, hogy a pedagógusokban azért nagyon nagy a szakma iránti, hát ilyen morális, hogy mondjam, szóval felelősségvállalás, és szakma szeretet, hivatástudat, talán ilyen szavakat is szabad használni, és erre appellálnak, hogy akkor azért sokan mégis meggondolják magukat, és maradnak a pályán. De nagyon megalázó a mostani helyzet. És ami különösen megalázó, az most például az, amit a tájékoztatóval, meg a kinevezés módosításokkal történik, és sajnos nagyon sok pedagógus most szembesül azzal, amit mi eddig mondtunk is, hogy hát itt mindenkit gyakorlatilag a rajtvonalra állítanak. Ugye 410 000 forint fizetések, így van. Nem fog számítani az, hogy milyen szintű diplomával rendelkezik, ugyanaz a 410 000 forint lesz az alsó határ, mindenkinek az alsó határhoz közelít a megajánlott bér, illetve a kinevezés módosításban szereplő illetmény, a januári minden csak várható, hát abban a tájékoztatásban az van írva, hogy várható még a munkavégzés helye, a munkakör, de még a kinevezésnek az időpontja is, tehát minden csak várható, semmi biztosat nem tudnak a kollégák, és ez persze nagyon nagy felháborodást kelt. A PDS most valamelyik nap közzétett egy ilyen bejegyzést a nedolgozingyen.hu-n, hogy próbáljanak meg béralkut kérni a pedagógusok, ha már itt ugye módosítani kell a szerződéseiket, mert hogy Maruzsa Zoltán azt nyilatkozta még a nyáron a Népszavának, hogy béralkukra lesz lehetőség. De az államtitkár azt is mondta, hogy ez abban az esetben lesz lehetőség, hogyha valahol például nagyon nehezen találni matematika-fizika szakos tanárt, akkor neki esetleg többért ajánlhatnak, mint más pedagógusoknak. Ön szerint ez a kezdeményezésük mennyire lehet ennek fényében sikeres? Hát ez a kezdeményezésünk, ez igazából nem arról szólt, hogy legyen sikeres, hanem hogy mindenki azért támadja meg azt a tájékoztatást és azt az előzetes bért, amit felajánlanak neki, hiszen ott van a státusztörvényben a szempontsor. A szempontok között csak az egyik, ez a bizonyos munkaerőpiaci mérlegelés, és egyébként pedig vannak mérhető elemek, például, hogy kinek mennyi a szakmai gyakorlata, milyen szintű diplomája van, tehát milyen fokozatú, mesterfokozatú, vagy csak főiskolai végzettsége van idézőjelben a csakot, hány szakot tanít, egyáltalán hány szakról van diplomája, milyen elismerései, kitüntetései vannak. Az szerepel a státusztörvényben, hogy ezt kell mérlegelnie a munkáltatónak, amikor kialakítja a bért az irdatlan széles sáv között. Ugye például pedagógus egyben ez a 410 000-től az 1 065 000 forintig terjedhet. Ha valakinek sok olyan, hát hogy mondjam, tulajdonsága van, ami megfelel ezeknek a szempontoknak, akkor hogy létezik az, hogy mégis az alsó harmadban, sőt, leginkább a minimumhoz közelít a bére, amit neki felajánlanak, tehát hogy erre hívjuk már fel a figyelmet, hogy akkor ő neki az 1 065 000-hez kéne közelítenie a bérének, és hát adják be ezeket a követeléseket. Ne hagyjuk szó nélkül, hogy ez szerepel a törvényben, és milyen alapon nem tartják be. De hát már jönnek a válaszok egyébként, mert elég sok kolléga ért ezzel a lehetőséggel, és hát persze azt válaszolta a fenntartó, pontosabban hát ugye a tankerületi központ igazgatója vagy annak képviselője, hogy nem áll módjukban ezt a béralkút lefolytatni, hiszen fogalmuk sincs arról, hogy milyen költségvetési fedezetük lesz arra, hogy egyáltalán mennyi bért tudnak fizetni. És hát mi tudjuk, hogy ebben igazuk van, a költségvetési törvény az még a gyakornokoknak a januártól kötelező 440 000 forintos bérének a fedezetét sem tartalmazza. Úgyhogy mindenki csak annyit tudhat, hogy 440 000 forintnál nem lehet kevesebb a bére, mert ez benne van a törvényben, és hát egyébként pedig akiknek nyilván ennél több van, mert hogy már régóta a pályán vannak, nekik nem lehet csökkenteni. Na de hát ez édes kevés, és most ezzel szembesülnek a kollégák, hogy gyakorlatilag így mindenki a rajtvonalra került.
Miskolci Földes Gimnázium egykori PDSZ-es választmányi elnöke buszsofőrként dolgozik majd tovább. Igen. Tud-e ilyen hasonló pályaváltásról, pályamódosításról? Ő rendkívüli felmondással szüntette meg a jogviszonyát még a nyáron. Rendkívüli lemondással akkor. Igen. Ez így az van. Információ a cikkben rosszul van. De az a helyzet, hogy ugye, ahol a felvezetőben is mondtam, hogy sok helyen azt mondják, hogy nem dolgozhatnak már tanárként azok, akik most így nyilatkoznak, mégis honnan kapják ezeket az információkat, és ez központilag sugallt megoldás, vagy pedig ez, hogy is mondjam, az igazgatók írói munkásságának a része? Igen, nagyon sokan vannak egyébként, akik elhagyták már a pályát, tehát már a nyári időszak alatt, és sokan vannak, akik rendkívüli lemondással hagyták el a pályát. Ez azt jelenti, hogy például nem fizették ki az eseti helyettesítéseiket, és ezért a rendkívüli lemondással dupla végkielégítés jár, tehát ezek azok a módozatok, amelyeket mi nyáron ajánlgattunk mindenkinek, akinek ki nem fizetett bérelemei vannak, a Szűcs Tamás is ezzel élt. És egyébként az országos választmányból, ami eredet 15 fős, most jelen pillanatban 14-en voltak benne, de már például Szűcs Tamás lemondott az országos választmányi tagságáról, mert buszsofőrként viszonylag nehéz lenne neki a választmányi üléseken is meghatározott időben részt venni, és van még egy választmányi tagunk, Szendrei Zoli, aki a legutóbbi tüntetéssel jelentette be, ő egyébként matematika, kémia, fizika szakos középiskolai tanár, hogy ő is beadta a nyilatkozatát, tehát ő nem fog a továbbiakban tanítani, és ő is lemondott a választmányi tagságáról, mert mondta, hogy ő majd a falusi vendéglátásban gondolja a továbbiakat, és hát én azt hiszem, hogy a pálya, a szakma azért ilyen szakembereket nem szabadna, hogy elveszítsen. Pont olyan szakos, akikből azért igen kevés van, hát itt igazából lasszóval kell fogni most már a természettudományos tárgyakat, tanítókat, és láthatóan mindez nem érdekes. Ő is azt mondta egyébként, hogy ha megajánlanak neki egy normális bért, akkor marad, de hát ő is kapta ezt a rajtvonal közeli bért, és úgy gondolja, hogy akkor ennyi volt. Tehát vannak bizony nagyon sokan ilyenek, akik sajnos erre kényszerülnek, ilyenfajta pályamódosításra, és valóban létezik az, hogy fenyegetnek dolgozókat. Általában, ahogy mi megkapjuk az információkat intézményvezetőktől, hangzik ez el, akik egyébként fölfelé mutogatnak, én pedig akkor mit tudok tenni, megkérdeztem Hajnal Gabriellát, hogy tényleg ilyeneket mondogatnak, mert hogy ez egyébként nagyon durván diszkriminatív, ez jogellenes, és mi nyomozzuk azokat, akik ilyeneket állítanak, mert nyilvánvalóan akkor ellenük valamilyen ellenlépést kell tenni, jogi ellenlépéseket. Ő azt állítja, hogy nincs ilyen központi akarat, nincs ilyen központi instrukció, csak azért mégis valahogy terjed. De az is benne van a pakliban, hogy most már a fortélyos félelem igazgat, nem? Azt nem tudom, hogy benne van-e, de az minden esetre, hogy egy olyan törvénymódosítást fogadott el az országgyűlés, hogy a szakszervezeti tagoknak a bérezését, ugye, azt nem lehet levonni a munkavállaló. A tagdíjat. A tagdíjat nem lehet levonni a munkát. Egyenesen megtiltja. Igen, ugye, megtiltja, így van. Igen. Azért az azt mutatja, hogy azért központilag van egy szándék a kiszorításra. Igen. Pontosabban a szakszervezetek anyagi ellehetetlenítésére, és ez ráadásul a közszféra szakszervezeteit érinti. Igen. Tehát ilyen szempontból is egy rendkívül diszkriminatív dolog. Most erre adtak be módosító indítvány, tudomásom szerint az MSZP és az LMP adott be ilyen módosítót, de hát azt hiszem olyan nagyon sok illúziónk nem lehet. Tehát nyilvánvalóan arra megy ki a játék, hogy a szakszervezeteket, akik itt felemelik a hangjukat, ellehetetlenítsék. Köszönjük szépen a reggeli vendégeinknek, hogy ilyen korán befáradtak hozzánk, és beszélgethettünk a témában Nagy Erzsébetnek és Juhász Dánielnek. És nézzük a nap folyamán az információkat. Így van, köszönöm szépen a lehetőséget.